Szégyenében bejelentette visszavonulását egy török játékvezető, aki hibás ítéleteivel döntően befolyásolta a Besiktas Galatasaray. Az bajnoki mérkőzés végeredményét. Megőrülök vele. Ne haragudj. Az isztambuli rangadón a hazaiak két jogtalan büntetővel győzték le riválisukat. Galatasaray. Besiktas. Galatasaray. Nem hallottál? Arról igen, de Galatasaray. Akkor mondd azt, hogy Besiktas szökőkút meccsen. Mondd azt, hogy sárcsúszamlás. Útelágazás. Te a módszert... Nem látod az operát, ma a módszertan szöktetés a Galatasarayból? Nem megyünk még haza, van időn. Ne arra, hogy azért egy meggyesi paródiát nem várunk tőle. Azt akarja mondani, hogy a Bede is példát vehetne róla. Ezt akartad mondani? Nem. 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 Ki akartam használni az alkalmat, hogy végre valami értelmes dologról beszélhessek. És így kezdted el, ügyes. Szégyellem magamat, de egy pillanattal nem jutott eszembe Gyurkovics Mária neve. Ez nem azért van, mert nem volt én nagyszerű énekesnő, hanem én hűlök. Egyik első opera volt, amit láttam. És marhára kíváncsi voltam, hát Gyurkovics Mária ragyogó szoprán volt, de hát akkor már nem éppen 38 kilós volt, és ugye őt meg kell szöktetni a toronyból. És a Balta Alfonz volt a tenor, a Belmonte, ugye, jól mondom. Biztos. És a Belmonte hozzátámasztotta a toronyhoz a létrát, fölszaladt a létrán, ott repesve várt a Kosztanca, Gyurkovics Mária, és mi történt? Alul kijöttek a kapun. És én meg láttam, hogy mászik le a magas létrán. Ez volt a legfurcsább lányszöktetés, amit láttam életemben. Aztán jött Székely Mihály, és nagyon örült. Minden rendben volt. Igen. Voltátok egy ilyen baki, azt mondta, hogy kedves hallgatóink, felszaladt a páváját, azt mondta, hogy fölpálott a szája című kóros. Kóros művet hallják. Az még jó, hogyha megtalálják egymást az operisták. Ma meséltem valakinek ezt a történetet, hogy Neményi Lili énekelt a Pillangó kisasszonyt. Ugye ott a Pinkerton később jön be az operába, és énekelt, fantasztikusan énekelt, és egyszer csak bejött a Pinkerton egy vadidegen pali, az életében nem látta. Elfelejtették megmondani, hogy az, nem tudom én ki, Jovicki vagy valaki, megbetegedett, és halálos dalolás van, és együtt, és minden óriási nagy duett, és így kiállt egy szünet, azt mondta, Szabó vagyok Szegedről. De a Székely Mihályról is van egy történetem, csak arról, hogy nem jutott eszedbe neked a Gyurkovics Mária neve. Székely Mihály az Ozmin áriáját, ugye, hát az volt a nagy slágere. És egy hakniba egyszer bemondták, Székely Mihály énekli Ozmin áriáját. Elkezdte a zöld, tédelet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 
Akkor harmadszor is lejátszotta, akkor azt mondta a Székely Mihály, kedves közönség, ezt az operát én 20 éve énekelem, évente elénekelem 10-szer, 15-ször az operaházban, minden héten fölépek háromszor, ezt körülbelül az elmúlt 20 éve énekeltem 700 vagy 800 alkalommal, mindig ebben kezdek. De ha most a zongorista nem mondja meg azonnal, hogy mi az első sor, ezek az életben nem fogják. Az borzasztó, amikor ilyen hülye vagy egy pillanatra. A fiaimat elvittem Salzburgba, a Mozart múzeumba, és ott voltak a díszletek. És ott volt egy díszlet, és mondtam nekik, hogy Salastro, Tamino, Pamina, Monostratos. Elsoltam az összes szereplőt, Papagéno, Papagéna, és az nem jutott eszembe, hogy varázsfúvola. A gyerekeid nem tudták ebből?
Nem hát, szoktál itt lenni, hogy a színpadon, de játszol egy darabot. Hát, akkor baj, mert színpadon akkor annyira, baj, hogy volt egy műsor közül az 50-es években, ez is a Szarasztruáriában történt meg. Én nem mondom a nevét, mert a hölgy még él. Ő, a nagy ünnepi műsorokat ő konferálta, kijött, és azt mondta, következik Mozart, már itt nem már függöny volt, Mozart Varázsfucója című operájában. Székely ilyen ott állt, mint pap, érted? Az életben nem tudtam, soha többé. Varázsfucó, sőt, a Rónai Egonnak az édesapja, az egy konferencié volt, Edward G. Pinky nevű néger énekes jött hozzánk, aki mondta Paul Robson, csak senki nem ismerte. Kommunista volt, és viccelni akarta, Rákosi mindenki kivonul, és azt mondta, következik Edward G. Pinky, akit lehet, hogy ezért a daláért Amerikában a börtönbe kísérnének, de itt a Szabó Beámter duett kísérni. Egy életre letiltották. Egyszer akkor én is, mivel a Pista rendezett egy musicalt, és a játékszínbe ment, és a bejöttem, és az volt a, egy 5-6-7 strófás dal. Gyakorlatilag elmondtam benne, hogy mi történik a dalomba. És el kellett, hogy egy banka, nagy körúton, mert nem prosperál, válság, súlyt, stb. És volt egy 5 strófa. És így egy ilyen esernyővel és egy kalappal bejöttem, és már a bank nem. Tehát lehetett tudni, nem is a nagyok azt mondták mindig, hogy ilyenkor mindig csak ebetűs szavakkal próbáljam. Tehát az nagyon jó az ebetűs szó, mert az, tehát ha valamit, azt elfogadják, hogy talán ők értik, csak én, csak, szóval ők a hülyék magyarul, hogy nem én vagyok. És bejöttem, és azt mondtam, terev, sev, tegerevem, sevek, tev, tev, regem, erev, sem, díger, evegedem, sevek, tev, teveregem. Ez nem lett volna baj, csak volt még 4 strófa. Nem lehet. És akkor lehet mindig hallani, amikor a Pali azt mondja a másik sorban, azt mondja, mit mond? És a felesége, aki nem hiszi el, hogy ennyire hülye a film, mit mond, figyelj oda! Ezt akármi Gabi bácsi, mikor fiatal volt, ő mesélte, hogy úgy indult a darab, hogy ők, mint ifjú kommunista, fölment a függöny, és azt kellett énekelni, hogy száll a béke, száll az át, nem tudom, valamilyen nagy. És ő volt elől. És már indult a először, és azért soha nem jutott eszébe, mert tudta, hogy ezt a sort nem tudja, azt mondja, ki fogok találni egy sort. És az fölment a függöny, és vadul elős, azt mondta, tenkapéldás államátó, tenkapéldás államép. És a közönség hallott valamit, a kórus az összefosta magát. És ez a mai napig megmaradt, mint szlogger, hogy tenka példás államától. Az azt jelenti, hogy Tóth Kavu szöveg. A stadion szállóban Baj Éva úgy konferált fel engem, hogy következik Kaposvári Tivadar. Miből adta össze? Kapocsiból? A Kaposi a kollégám, az egyik legjobb barátom, a Koltai Robi, aki állandóan Kaposvárot játszott akkor, és a Kaposvári József szervezte a bulit. Igen. És csak azért nem haragudtam rá, mert tudod, kik ültek a nézőt, ilyen bolgás ujjemelőt. Ott volt az, amikor szegény Boncz Gézát fordították? Nem, bolgára. A Szolnokon volt. A szörnyű, ezt mondd el. Bolgász fordított. Nem, közben volt. Egy mongol szakszervezeti delegációnak léptünk fel Szolnokon, és magyarul oroszra, és oroszról mongolra fordították a nézőknek a mi műsorunkat. Az, amire a poénod eljut, az azért. És a Bonc kiállt, és azt mondta, Moszkva sztálingozik a hó, a kocsmából halk muzsikok szűrődnek ki. Visszatérve arra, hogy ha az ember mondjuk angol szöveget nem tud, annak meg én voltam a szemtanúja. Kárpáti Rudolf, aki minden idők egyik legnagyobb kardvívója volt, jól mondom? Azt hiszem a legtöbb olimpiai érme volt, hihetetlen. Gerevics. Nagyon, mi? Gerevics?
Van egy Kárpáti Gerevics emlékverseny, kardvívó verseny, azért mondja, hogy Gerevics. Igen. Nem, de neki több volt. De nem baj. A Kárpáti nagyon kultúrált ember volt, és nagy zene rajongó. Egyszer be volt rúgva nagyon, és a fészekben azt mondta, hogy én most elénekelem a Summertime-ot. Játsszátok! És megfogta a mikrofon, csak következőt énekelte. Summertime! Summertime, summertime! Summertime, summertime! Végig énekelt az egész. Lehet angolul is kamuszni.